Kora délutántól várták a vendégeket a szervezők a Fidesz családi napjára a Dombóvári vásártéren. A közös politikai táborhoz tartozók második alkalommal jöttek össze a Tolna megyei városban, hogy kötetlen formában töltsenek együtt néhány kellemes órát. Jön a kaposvári rockszínház, ezt követően egy helyi rockegyüttes, majd évek óta nagyon jó barátom Szabó Ádám következik, és azt gondolom, hogy nagyon egy elégtétel számomra, hiszen mindig terveztem, a dupla kávé zárja a mai napot. Tavalyi kezdeményezés folytatunk tovább. Szeptember utolsó szombatján Fidesz családi napot tart, tavaly a Gárdon iskola sportpályáján volt, az idén azt gondoltuk, miután tavaly látszott, hogy ezt kinőttük, csapjunk át egy másik műfajba. Miután én 21 éve Csíkostetősen vagyok polgármester, azt gondoltam, hogy van itt akkora tér és akkora hely, csináljunk 20-szer akkora falunapot, mint Ötös, hiszen 20-szer akkora Dombóvár lakossága, és ezt a hangulatot szeretnék nagyon behozni, és azt gondolom, nem vagyok csalódott, látszik mögöttem, hogy már alakul, de még nem járunk a végén. A családi nap vége pedig még valóban messze volt, miközben ugyanis 10 bográcsban főttek az ételek és egymást váltották a színpadi produkciók, az időjárás is kifejezetten kedvezett a baráti, politikát azért mégsem teljesen nélkülöző beszélgetéseknek. Azon túl, hogy baráti társaságok találkoznak itt, az is a jellemző ennek a találkozónak, hogy az egy politikai táborhoz tartozók tudnak kötetlenül beszélgetni egymással, egy napot eltölteni egymással. Nem csak dombóváriak vannak itt, hanem a környező településekről is, illetve két település van, aki meghívott vendégként is van itt. Én örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek, kötetlenül érzik magukat, és nagyon remélem az, hogy ez nem csak a kampánynak szól, mint ahogy már tavaly is volt hasonló hétvége, innentől kezdve minden évben hasonló időpontban meg tudjuk ezt rendezni. Szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy kik vagyunk azok, akik hasonlóan gondolkozunk, akik hasonló célokat fogalmazunk meg, és jó érezni azt, hogy egyre többen vagyunk itt Dombóváron is. Én szerintem az együvé tartozásnak a jelzése ez a mai napi esemény. Én régóta figyelem ugye a dombóvári történéseket, és azt mondom, hogy ez a létszám, ami itt most látható, és ez a tömeg, ez erőt mutat. Bízunk benne, hogy a választásokig fokozni tudjuk a tempót, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Reményeink szerint ugye ez az oldal fog nyerni. A kormányzat és a helyi önkormányzatok közös munkájára jól rálátó Potápi Árpád János szerint Dombóvár jövője szempontjából fontos, hogy olyan polgármester vezesse a várost, aki hasonlóan gondolkodik, mint a kormányzat. Az elmúlt években Dombóvár egy másik fejlődési irányt vett, illetve vitt. Szerintem nagyon jó az, hogyha egy ország, egy megye és egy város hasonló irányban húz. Nem a széthúzás, nem a békétlenség, nem az egymás iránti gyűlölködés szítása jellemzi, hanem az összefogás. Én mindig is az összefogás pártján voltam, remélem, hogy ez fog győzedelmeskedni itt is. A Fidesz családi napján természetesen a párt régi szövetségeseként jegyzett KDNP helyi politikusai közül is többen részt vettek. A Kereszténydemokrata Néppárt paksi kampányát szervező, jelenleg Szárazdot vezető Orbán Attila például azt mondja, ahhoz, hogy az atomerőmű bővítésben minél hatékonyabban tudjanak bekapcsolódni a dombóvári vállalkozások, elengedhetetlen, hogy a város vezetése és a kormányzó pártok között gördülékeny munka folyjon. Paks nem csak magát akarja fejleszteni, hanem az egész régiót, ez nem is csak Tolna megyét, hanem a szomszédos megyéket is érinti, és ilyen szempontból Dombóvár is be kell kapcsolódjon egy nagyon dinamikus regionális fejlődésbe. És nekünk nem mindegy, hogy partnerre találunk, tényleg lesz olyan ember, olyan városvezetés, akivel együtt lehet dolgozni, vagy ez a kapcsolat nem épül ki, nem alakul ki, döcög a dolog. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos lenne, hogy Dombóváron is egy olyan ember legyen városvezető, Szilárdot jól ismerjük, akivel mindenféle szál összeköt minket, és semmi akadálya nem lesz annak, hogy ebbe a fejlesztésbe, fejlődésbe bekapcsolódjon Dombóvár. A dombóvári családi napot, ahogy már korábban is elhangzott, a dupla kávé koncertje zárta.